A virágvasárnapi szertartás kezdetén az Egri Bazilika előtt köszöntötte a megjelenteket, különösen az ifjúságot Ternyák Csaba egri érsek, hiszen Szent II. János Pál pápa szándéka szerint 1985 óta ez a nap az ifjúság világnapja is. A főpásztor ezután megáldotta a barkát, majd az ünnepi bevonulással elkezdődött a Szent Mise. Az olvasmányokat követően a kispapok kara elénekelte a passiót Urbán Péter karnagy vezetésével. A szenvedés önmagában is együttérzést vált ki az emberben, de ha Jézust, egy igaz embert, az Isten fiát látjuk szenvedni, a felháborodás és a tehetetlen düh is jelentkezik a szégyen és a bánat mellé, mondta a beszédében a főpásztor. Jézus valóban megélte az elhagyatottság érzését a kereszten, és gyakran a mai ember is úgy érzi, küzdelmeiben, szenvedéseiben az Isten nincs mellette. Ő azonban mindig hűséges. Jézust sem hagyta el, és minket sem fog, fogalmazott Ternyák Csaba. Jézus halála óta az igazak szenvedése éppen az ő igazságtalan halálából nyer erőforrást. Számunkra is, mindannyiunk számára az ő halála, az ő szenvedése, a rajta esett igazságtalanság, hogy az egyetlen igazat megölték a mi bűneinkért, ez az igazságtalanság, bármilyen furcsa így mondani, számunkra mégis a remény forrása, annak a reménynek a forrása, hogyha őt az Úr feltámasztotta, megjutalmazta igaz voltáért, akkor ha mi egyesülünk vele szenvedéseinkben, akkor ránk is ugyanaz a sors vár. Mi a szeretetünket akkor tudjuk megmutatni leginkább, ha áldozatot hozunk érte. Ő az életét adta értünk, mert nagyon szeretett bennünket. Hogy az életünk teljes legyen, nekünk is tanulni kell ezt a szeretetet, így vele együtt mi is részesülünk a feltámadás dicsőségében. Fogalmazott szentbeszédében Ternyák Csaba. A homília után a főpásztor és a hívő közösség előtt megerősítették keresztségi fogadalmukat azok a felnőttek, akik húsvétkor részesülnek majd a beavató szentségekben.